kezdjük. Szőrirányban szépen kikeféljük a szőréből a szennyeződéseket. Erősebben, nyugodtan, nem fájnak. Pónilló szőrét keféli ez a lány az Apagyi tangazdaság területén. A fiatalokat a szél és a szokásosnál kicsit hűvösebb idő sem zavarta. A hatodikos, hetedikes diákok a megye különböző általános iskoláiból érkeztek. A pályaválasztásukat szeretnék megkönnyíteni a gazda szakma szépségeinek bemutatásával. Lekörmöltük, utána pedig leápoltuk, lecsutakoltuk. Te már csináltál korábban ilyeneket? Egyáltalán nem. Az állattartás feladatai mellett a kertészettel, mezőgazdasági gépészettel és tejfeldolgozással is megismertetik a diákokat a szakmakóstoló hét keretében. Az Agrárkamara is a megyében 4 középiskolát működtető térségi agrárszakképzési centrum célja a programsorozattal, hogy a fiatalok minél korábban megtudhassák, érdekli-e őket a mezőgazdaság, az milyen feladatokkal jár és milyen megélhetést nyújthat. Mindenképpen közel kell kerüljön a mindennapi munkavégzés helyszínéhez, és ez is a programnak a célja, hogy azon a helyszínen tudjanak gyakorlatot szerezni a tanulók, ahol a későbbiek során munkát fognak végezni. Ide rozmaringot, epermentát, csokimentát, citromfüvet és bazsalikomot. A fiatalok az 5 nap során magas ágyást is készítenek, és különféle fűszernövényeket ültetnek. Először is összeállítottuk a magas ágyásban a földet, hogy a növények számára megfelelő legyen, majd az ültetővel kiszedtük a földet, hogy a növényeket bele tudjuk ültetni. A gyökereiket kivettük a cseréből, meglazítottuk a gyökereket. Először is belacsoltuk a földet, amivel beletesszük, majd beleültettük a növényt, és utólag is meglacsoltuk. Kuprunkat benyomjuk. Kuplunk. Kuplunk. Nem az a kuplunk, van a lábad. Pont, amin a lábad van. Teljesen. Hiába 10 évesek, a táborban még traktort is vezethetnek a fiatalok. Az Apagyi helyszínen 20 gyerek vesz részt, akik 4 csoportban minden nap más-más feladatban láthatnak benne. Kedvencem az volt, amikor, az lehet, hogy most furán fog hangzani, de amikor így összeszereltük így a gépeknek így a hibrides csövét, mert az jó volt, ilyen szerelős feelinge volt, és ez nagyon tetszett nekem, így ahogy összeszereltük. Nekem az tetszett a legjobban, amikor tegnap kitereltük ezeket a marhákat. Az nekem is nagyon tetszett, az nagyon jó volt. Volt villanypásztor. Tök jó volt. A részvevők között vannak olyan gyerekek, akik lakótelepen élnek, itt nem sűrűn találkoznak ilyen tevékenységekkel, eszközökkel és gépekkel, de olyanok is akadnak, akik családjukkal otthon is gazdálkodnak. Én úgy gondolom, hogy akik hozzánk jönnek, és látva ennek a pár napnak a tapasztalatát, ezek a gyerekek nagyon, nagyon lelkesek, nagyon, nagyon megfogta őket. Természetesen azért választották ezt a tábort, mert érdekli őket a mezőgazdaság, érdeklik őket az állatok, a növények, és hogyha egy kicsit jobban belelátnak, akkor reméljük, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt is tanulják tovább. A szakmakóstoló hét több más helyszínen egészen péntekig folytatódik. Lesz, ahol kombájnokat, bálázókat mutatnak be a fiataloknak, máshol a fém technológia rejtelmeibe nyerhetnek bepillantást.